rajzolunk, sajnos. Mi vagyunk a kemény ma. Hajóbú csontalácikkal foglalkozni, meg tudom érteni őket is tudod. Ez egy kis a kormány úgy határolódik el ettől a kormányától, hogy a egyébként itt az a lényeg, hogy a kormány, tehát mindig fontosabbat meg várni, hogy egy polgárháború törődje a lopott és a romaság között. Ugyanis olyan gazdasági helyzetben van az ország, a romaság között, a romák és a lopott között. És már nagyon annak a határán vagyunk. Tehát például a legutóbbi eset is Szegléden, ott is egy nagyon kemény helyzet volt. És ezt azért csinálják, mert olyan gazdasági helyzetben van az ország, hogy ezzel azt akarják, hogy ezzel foglalkozzanak az emberek, hogy itt ilyen balhék vannak, olyan balhék vannak, esetleg néhány településen majd összecsapások lesznek, és nem azzal fognak foglalkozni az emberek, hogy a gazdaság az folyamatosan csúszik lefelé és teljesen tönkre. És a kormány tegnap elhatárolódott ettől a Gárda felvonuló rendezvénytől, de úgy, hogy a Fidesznek a tagja az a Wittner Mária, aki a Gárdát 5 évvel ezelőtt szolavatta. Akkor most vagy elhatárolódunk, vagy pedig akkor nem tagunk a Wittner Mária. Fiúk, mi beszélgetünk, legyetek. Mi sem mentünk oda hozzátok, legyetek. Hát nem jöhettetek, mert az egy rendezvény volt. Ez meg egy közterület. Hoppá, ez aki tartja a táblát. Jaj, kisfiam, te akartad a Horthy szobrot meggyalázni, mi? Igen? Tudod, mit hallod? A nagyapád sírját húgyozzad le, ne a Horthy szobrot. Sőt, azt már mi már le is húgyoztuk. Mi van? Nagyapád sírját húgyozzad le. Gyertek arra, hogy húgyozzuk. Milyen a szar kupac? Ne sokáig! Hogy már nem is bánja, ha ilyen események történnek, ilyen figyelmeztetések történnek, mert teljes mértékben rá van állva a totális fosztogatásra, az ország teljes fosztogatásra. Erre még egy dolog, mert hagyja, hogy miért történik, meg a Horthyval, meg egyébként minden, a magyarokkal mi bajod van? De teljesen mindegy, mert fogom. Te kompány, a magyarokkal mi bajod van? Na válaszoljál! Most elmondhatod, nem csak a... Válaszoljál, megkérdeztem! És vigyázzak rá, de nem vagy, vigyázzak rá, csak mondd el, mi bajod a magyarokkal! Hoppán, mondd meg, hogy miért utálod a magyarokat! Te nem vagy magyar! Utálom a magyarokat! Hát miért? Magyar, akkor szervusz! Kerületi kollega, szervusz! Hogy mondja? Uram, hölgyem! Nem kerületi ismerjük! Ismerjük! Nem csak a kritus! Nem csak mondom, kerületi kollega! Kerületi, kérd, hogy mi a baj? Csak magyarok! Hoppá, ne a saját oldaladon mondd el! Most itt vagyunk, rendőri védelem, elzárnak a... Nem is nyúlunk hozzád, mert fincsávó vagy hozzá! Mondd el, hogy mi bajod a magyarokkal! Miért vagy te egyáltalán ebbe az országba? Úgyse szereted ezt az országot! Magyarokat se szereted! Egyáltalán a nevedre büszke vagy? Mert te fiatal vagy, tudatlan, mondják el az idősek, jó? Miért nem érsz el ebből az országból? Tudom, hogy a kommunista rendszerbe éltek, uraim, a Kádárba, én is abba jöttem. Mégis magyar vagyok. Rohadt érdekes, mégis magyar vagyok. Hányan vagytok igaz magyarok? Tölgyökeres magyarok. Pont majd magára kurva. Te így egy cigány jósnő vagy. Igen. Itt az ilyen. Elvonázom minket, vigyázz most. Nagy megy békával változtasson vagy. Ugye engem gyíkkel változtasson. Már elmondom. Komolyan ennyi tudásod van? Komolyan ennyi tudásod van? Válaszol is el. Ez már nem a rendezvény. A Dániel tüntetésén találkoztuk, ott akkora volt a szád. Bementem hozzátok. Nem emlékszel? Ha veled beszélgettem. Na mondd el te is, mi bajod a magyarokkal? Nem beszélni nyelv. Ja, nem beszélni nyelv, tudom. Csak jiddisül tudok, nem? Ti is isztek a soában? Ki jó ilyen a szád?
Gábor, menjünk innen, mert félhúzom az agyamat, ha meg nem tudtál. Basszonynak nem maradok. Hát megismernek az utányokat, az utányokat, az utányokat. Mi az? Mindig védik őket. Nem tudom, mit kell. Nem kell odaállítani ilyen kávát. Magyarországon nem kell így különködni, mert a magyarokat különködni. Ne nézni, hogy a meg a Jobbik megtüntetésen is ott voltál te, ott voltál, sétezett hozzá. Apró piroskát sikerült már kiütni a gyerekből? Zodatkos, szerelmes egy gurcsány. Mi van az egészségével? Ja, tőle kaptam. Segbe doki van. Ja, mindent megtettem is. Oda tettem. Nem volt is szobrot, már megoláznak az életet. Rendben szorban meg az unja. De ki kell a kezed, a vörös festék, hogy tudjál beszélni, öreg? Forgass már a szemed, az kiért, megkérdeztük. Legalább válasz már büszkén, hogy gyűlölsz bennünk. Előállított a rendőrség, nem? Hát ezek bűnözők, az egyik választási csaló, a másik meg garázda. Kicsit forduljatok. Ezek beszélnek demokráciáról. Csonka beállt, mi a vélemény? Itt. Azt mondja, hogy egy kicsit utána. Ezek nem mennek. Hát akkor megkérjük őket, hogy leolítsák el. Kérjenek segítséget, uraim, ne haragudjanak a szépen, ha önök sem érnek fel. Csináljátok magatoknak a baj. Miért nem mentek már hatalmányba, Indiába vagy gyerektől? A trokóptájszal. Azért tartjuk az ország a demokráciát, a szép országot, te félek. Pontosan nem, majd úgy még megjelenik. Mi volt a transzparensok? Magyar gyalázás. Mi volt az? Akkor te minek tudod magadat? Azt mondták, hogy megvernek bennünket.
mert addig nem mennek el, még ki nem kap. Akkor most ez normális, hogy azért, mert ha beszélgetünk meg most nem. Nem beszélgetünk. Nem, én szeretném elmenni. Szolgáljanak és vigyenek. Jó, megszoktam a központba. De miért kell őket hagyni? Mi nem mentünk oda őket molesztálni. Mi verbális, ha lehet, hogy mi békésen itt beszélgetünk. Békésen itt beszélgetünk. A zsidózás az már számít van. Nárcik, te a hazánkat akarsz! Megveszünk a jegyet odafelé. Aha, ez így jó. Tehát az a figyeljük, jó. Legyen szíves, én megkérem. Mi békésen beszélgetünk, és ugye mondjuk. Rendben kísérlet, ide gondoltak neki. Ez a gátlástalan szélsőségesek. Képesek megtalálni, hogy normálisan, békésen beszélnek. Csoportosan és férfiak. Jó, akkor jöjjenek rám, verjenek meg. Ha ez van, nem ha Magyarországon, hogy megvennek, azért nem úgy gondolkozok. Olyan indulat van most bennük, hogy megölnek. Akkor megvennek. Nem úgy gondolom. Nem. Miért azért, mert nem úgy gondolkozok? Pontosan. Elnézést kérünk. Megveszünk a repülőjegyet, de csak odafele, összedobjuk a pénzt. Rendes gyerek vagy? Na nem. Ne szóljon már, kényelgem, uram, ne szóljon. Direkt csinálják, ne kényelgem. Direkt fogják. De én nem fogom. Igen, de eltekintjük. Nem megy a hűvésből itt. Hogy majd ezt a dorszak? Ezt szönyálljam. Csak odafele, odafele.
Nézve, ha már nem a Magyarország meg a cigány, az emberiségre nézve, hogy ilyet megtehetnek egyes emberek. Hogy pár embert szakba tartanak, terrorba tartanak, ők a kemény gyerekek, itt vannak több százan, és a rendőröknek azért itt kell lenni, a melegen túlórázni, minden szenvedni, azért, hogy ők
biztos nem az ő pénzükből kapják meg. Az nem volt meg. Vagy ideológiai alapon nézzük az önök. Persze, tudom, önök így van. Ameddig itt nem történik semmi szabálysága. A rendőrségnek egyetlen egy dolga van, mindenkinek biztos. Csak én sajnálom önöket, tudom, ne haragudjon, hogy ezért itt kell, hogy legyenek. És itt szenvednek a melegek. Minden esetben. Jó van. Nyilvánosságnak készül. Milyen témában? Hát most ez a rendezvény. És ott bent milyen, mi volt a téma? Ott bent is volt, nem? Kint is vagyok, bent is vagyok. De minden oda tartozik, filmes. Gondolom, nem? Nézve, magamhoz tartozik. De ott milyen érdekes téma volt? Mert mennyivel volt jobb eddig ott bent, mint most miért jó itt kint? Nézve, én az előbb végig ott voltam az önök rendezvényen, végig fölvettem. Az elejétől a végéig. Az miért volt érdekes? Én csak itt nem láttam. Jó, akkor én most elmondom, hogy felvettem az egész rendezvényt, odáig körültől kezdve. De egyébként is önöknek az az érdekük, hogy nyilvános legyen az, amit csinálnak meg, különben otthon csinálják. Nem mindegy, hogy milyen fényben tüntetik milyen, fel. Hát ilyen fényben, uram, amilyen itt van. Lehet ironizálni. A nő, aki velem volt az ottan. Ez egy újságíró nő, úgyhogy lehet, hiszen mindenféle mondani, nem tudom, hogy csinálni.
tehát... Andi azt mondta, hogy... Az azért meg lesz magának. Jó, Andi azt mondta, hogy... Andi, sziasztok! Aztán majd, ki tudja, hogy ha valami történik, igen, akkor igen, szép mosoly. Az arca is mondva. Jó, jó, megfenyegetett engem. Köszönöm szépen, nagyon kérdezik. Jó, félek magától, hogy szeretném. Én, drága, milyen vént rottyot vagyok. Így van, szerencsétlen, nyomorult, szállalmas. Hát nem én csináltam azt a biztos. Hát nem is, még faszt. Jó van, takarodj innen a picsába. Mondom, takarodj innen a picsába. Hogy beszélsz egy emberrel? Hogy beszélsz? Hogy beszélsz? Hogy beszélsz egy emberrel? Te ember? Egy állom, egy patkány. Én az meg, aki a Dunaszaurusz című filmet csináltam, baszki, amikor te még a pöcsödet sem akartad? Takarodjál, baszki. Akkor font, thank you.